Na és amit mondtam, ez a nagyon jó kis programajánló, ez pedig az, hogy ma kezdődik a Zsifi, vagyis a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál, ráadásul már 14. alkalommal. Erről fogunk beszélgetni Morán Birman izraeli nagykövet helyettessel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Morning. Illetve a Bálintház és a Zsifi Fesztivál igazgatójával, Kenesei Marcellel, szintén jó reggelt kívánok. Kívánok! Ugye az idei szlogen az a moziban jobb, magyarán, hogy a mindenféle Covid hullámok után az emberek térjenek vissza a mozikba. Érzékelhető ez már az érdeklődésben? Igen, abszolút érzékelhető, már a jegyeladásban hál' Istennek tapasztaltuk. Még azért biztatnék mindenkit, hogy nyugodtan nézze meg a műsort, és válogasson a filmek közül, egy nagyon érdekes válogatásra érkeztünk, de a tavalyihoz képest, ami ilyen hibrid jellegű volt, és az emberek még kicsit féltek, ahhoz képest már egy picit bátrabbak az emberek, de mi azt szeretnénk, hogy ezzel a fesztivállal is még ezt a bátorságot egy kicsit erősítsük, hogy jöjjenek vissza és mozizzanak, mert a mozi élmény az nem ugyanaz, mint otthon megnézni. Milyen céllal, milyen témákkal foglalkozó filmek lesznek jellemzően a kínálatban idén? Mit lehet erről már tudni előzetesen? Idén is többféle tematikával és műfajjal készülünk. Ugye vannak komolyabb filmek, vannak dokumentumfilmek, vannak vígjátékok. Nagyon fontos, hogy mi ketté vesszük, nem véletlenül Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztiválnak a neve, ugyanis nem mindegy, hogy melyikről beszélünk. Ugye vannak kifejezetten Izraelben készült filmek, és itt nem csak zsidó témák kerülnek elő, hanem nagyon sokféle más is. És vannak a zsidó tematikához köthető filmek, amik meg más országok. 10 különböző országból hoztunk válogatásokat, és mindegyik film egy különböző szegletét mutatja meg a mai zsidó vagy izraeli életnek, illetve olyan dilemmáknak, amik nem csak a zsidósághoz kötődnek, hanem bárkihez. Tudom, hogy mindig nehéz egy-egy filmet kiemelni, de azért meséljen egy-két kedvencéről. Akár a mai premier, mi lesz az első, igen, a nyitó film? I would definitely say szeretném feltétlenül azt mondani, hogy az izraeli filmek közül a Fekete Jegyzetkönyv, Black Notebook, ez egy dokumentumfilm, ami az egyik legjobban ismert izraeli színésznőről és rendezőnőről szól, aki a világ szerte jól ismert a neve, és egy fiatalként sikerült berobbanni a dokumentumfilm, róla szól, nagyon szomorú a film, ennek a témája, nem szeretném elmondani az részes a történetet, ahogyan az útját bejárta ezt. Másik végpont talán, ami a legvégén kerül majd, és szerintem sokak által várt, akár nevezhetjük sport témájú filmnek is, ugye a Keleti Ágnesről, aki 100 éves, hát a legidősebb olimpiai bajnok, élő olimpiai bajnok. Igen, Keleti Ágnes nagyon nagy népszerűségnek örvend, azt hiszem nem csak a zsidó közösség köreiben, hanem sokkal szélesebb körben, és ez a dokumentumfilm, ez az ő életét mutatja be, és ugye nem csak a versenytársait győzte le, meg velük küzdött meg, hanem egzisztenciális problémákat is leküzdött élete során, tehát elképesztő életutat járt be, egy valódi sportlegendáról van szó, aki egy igazi példakép lett nagyon-nagyon sokaknak számára, nem csak sportolók számára, hanem az a fajta elkötelezettség és harciasság, ami őt jellemezte, az nagyon sokaknak példaképként szolgál, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk, hogy a filmfesztivál záróvetítése az a Keleti Ági filmmel fog végződni. Ha már a végéről indultunk, akkor jussunk el az elejére is, hogy ugye az Armageddon Time lesz a nyitófilm. Eléggé erős cím, de mit akar, milyen történetet? Igen, ez egy amerikai film, Anthony Hopkins és Anne Hathaway főszereplésével. Gyakorlatilag egy három generáció zsidó családot mutat be. Ugye a holokauszt elől menekül el a család Queensbe, Amerikába, és a középpontban itt a harmadik generációnak a cserfes vöröshajú gyereke áll, aki állandóan bajba keveredik, és a családja pedig nem mindig jól kezeli ezt a dolgot, és egy speciális kapcsolat alakul ki a nagypapa Anthony Hopkins, és a
gyerek között, és hát ezeket a transgenerációs traumákat és a modern élet által támasztott kihívásokat veti föl a film, és ezen vezet minket keresztül, úgyhogy egy nagyon érdekes történet. Nagykövet helyettesként mennyire érzékelik most már az elmúlt 11 évben, hogy mennyire segít Izraelt, az izraeli embereket megismerni egy-egy ilyen fesztivál, tehát ezzel kapcsolatban, vagy van egyáltalán ilyen feladata is a fesztiválnak, hogy segítsen a magyar emberekhez eljuttatni az információkat? Nos, hogyha lehetőségünk van, akkor igyekszünk mindenkit elvinni Izraelbe, de sajnos erre nincsen mindenki számára lehetőség, tehát mit tudunk tenni? Az, hogy elhozunk emberek számára olyan filmeket, amelyek Izraelről szólnak, és akkor 2 órába be tudunk mutatni az izraeli életnek valamelyik aspektusát. Ezek nagyon nagyszerű filmipar van Izraelben. Örülünk, hogy ezekből néhányat meg tudunk itt mutatni Magyarországon, felmutatni azt, hogy Izrael ilyen vagy olyan szempontból és különböző szempontjait, dokumentumfilmek, vagy fikciós filmeket, karrierekről, személyekről. Miben más az izraeli filmkészítés? Miben más az izraeli filmkészítés? Miben emelkedik ki a környező országokból, vagy akár Európából? Most úgy gondolom, hogy az izraeli filmek az izraeli társadalmat tükrözik, és általában ezek nem nagyon nagy költségvetésű filmek, hozzávetve más alkotásokkal, emberi történeteket helyezünk a középpontba. Van egy Summer Night, nyári éjszakák című dokumentumfilm például, amelyben egy 6 éves kisgyereknek, a saját fiának az apja, aki készíti, és elmondja, hogy saját életüket ennek a 6 éves fiúnak a szemszögéből, és az egész film az apa és a kisfia közti beszélgetésre épül. Ez nagyon lassú témának tűnik, de egy nagyon érdekes és megható ajánlom ezt is a nézők számára, mert nagyon emberi, ez egy kisköltségvetésű film, de nagyon megindító. Nagykövet helyettes úr igazgató, köszönjük, hogy itt voltak, és Morai Péternek is köszönjük a tolmácsolást. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük szépen a ma reggeli figyelmet is. Holnap is jövünk, és Lampi Ági pedig jön a fórumban, Tamás jön a híradóban, én jövök a naphírében este, úgyhogy mindenki lehet még találkozni. Szép napot! Minden jó.